Autó, gumik, műanyag hulladék és kidobott bútorok. Halmokban áll a veszélyes hulladék ennek a mőzsi ároknak a partján. Nem csak itt, a hatalmas tér másik oldalán sem jobb a helyzet, ott főleg bezsákozott hulladékkal van tele az árok. Bár térfigyelő kamera is van, a helyiek közül mégis vannak, akik évek óta ide hordják a szemetüket. Az önkormányzat most egy 3 millió forintos pályázat segítségével számolná fel az áldatlan állapotot. A szemét ugyanis nem csak ronda és közegészségügyi szempontból aggasztó, de a környékbeli házakat is veszélyezteti. Ennek az ároknak egyébként szerepe van, hiszen ez egy vízzel vezető árok, ami ugye, hogyha tele van hulladékkal, akkor eltömíti és nem tudja a funkcióját teljesíteni, tehát gyakorlatilag nem tud a víz elfolyni benne. Az illegális hulladéklerakás bűncselekménynek számít, amiért alapesetben akár 3 év börtön is kiszabható, de ha veszélyes hulladékról van szó, akkor a büntetési tétel 5 év. Tavaly évben volt olyan eset, amikor úgy sikerült a rendőröknek az elkövető nyomára bukkanni, hogy az illegálisan kihelyezett hulladékok közé nem csak a szemetet, illetve a veszélyes hulladékot helyezte ki, hanem a saját maga által befizetett telefonszámlának a feladóvevényét, illetve a telefonszámlának a számláját is, amint természetesen azonosítható volt rögtön, hiszen a lakcíme is ott szerepelt a számlán. A rendőrségnek csak tavaly több mint 60 ilyen esetnél kellett Tolna megyében intézkednie.